Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a webináriumon. És hát gondolkodtam, hogy hogyan is állítsam össze ezt a, a tematikát, mert hogy. Vannak bizonyos dolgok, amiket ugye úgy tudnék megmutatni, hogy hogyan működnek, hogyha működés közben mutatnám, de miután ugye most is a Teams keretrendszerben vagyunk, ezért aztán van olyan, amit nem tudok megmutatni élőben, hanem ezekről csak egy képernyőképet fogok tudni mutatni, úgyhogy de remélem azért így is hasznos lesz. Úgyhogy az elején most egy ilyen hagyományos prezentáció alapú lesz az előadás, és aztán utána fogok majd átérni arra, ahol mutogatok lépésről lépésre dolgokat, hogy hogyan is lehet ezt megvalósítani. Hát azon gondolkodtam, hogy uh, mivel is kezdjem, mert hogy ugye uh, hogy mik az újdonságok, hát az attól függ, hogy mihez képes nézzük, ugyanis, uh, ahogy Attila is mondta, uh, ezt a, az alkalmazást folyamatosan fejlesztik ami egyébként szerintem nagyon jó, mert hogy mindig jelennek meg új dolgok, de azért nem mindenki ilyen lelkes emiatt, mert hogy tudom, hogy van, akit nagyon zavar az, hogyha már megszokta azt, hogy ide kattintok, akkor ez történik, és most nem ott találja, akkor ez egy kicsit ijegységet válthat ki, úgyhogy hát van egy ilyen negatív, negatívuma is ennek a dolognak, hogy állandóan fejlesztik a felületet, de hát azt gondolom, hogy... Hát, ha mi azt várjuk el a diákjainktól, hogy legyenek rugalmasak és tudjanak alkalmazkodni a változásokhoz, hát akkor nekünk is valamennyire muszáj rugalmasnak lennünk. Na, hát ennyi lett volna a felvezető, és akkor rögtön bele is vágok. Az egyik ilyen újdonság az az, hogy ahol, ja igen, hát igen, szóval, hogy egészen régen, mondjuk a tavalyi karantén időszak alatt jelent meg az az újdonság, hogy fel lehet rakni a kezet, tehát lehet jelentkezni. Ez ugye azelőtt nem volt. És aztán egy idő után, most a pontos dátumot én sem tudnám megmondani, egy idő után jelent meg az, hogy nem csak jelentkezni lehet, hanem különféle reakciókat is adhatunk előadás közben. Tehát mondjuk éppen most, hogyha én ugye most éppen megosztom a képernyőmet, ilyenkor nem látom azt, hogy ki milyen reakciót küld, tehát hiába küld valaki tapsot, azt sajnos nem fogom látni, viszont hogyha nem ebben a megosztási módban vagyok, hanem hogyha látom a képernyőt, akkor már mint hogy nem a képernyőt, hanem hogy látom a felületet, akkor, akkor lát, láthatom ezeket a visszajelzéseket. Ez egyébként is ugye mindig így van, hogyha ha, előadást tartok, akkor akkor sajnos nem látom azt, hogy mi történik a háttérben. Ilyenkor én azt szoktam javasolni a kollégáknak, hogy nyilván a, a legprofessionálisabb szint az, hogyha van két képernyőnk, vagy két monitorunk, és akkor az egyik monitoron megy a, a prezentáció, amit, amiről éppen beszélek, és a másik monitoron pedig láthatom azt, ami történik a háttérben, tehát hogy mondjuk a diákok jelentkeznek, vagy a csetre beírnak valamit, vagy bármi ilyet, de hát ez ugye nem mindig tud sikerülni, viszont azért egy ilyen apró trükköt azért tudok ajánlani, és majd néhány ilyen trükköt fogok egyébként elmondani, hogy, illetve hát, tulajdonképpen inkább jó gyakorlatot, hogy én, én hogyan csinálom. Tehát, hogyha egy telefonról belépek, akkor akkor ugyanezt meg tudom tenni. Tehát például én azt szoktam csinálni, én most másodikosokat tanítok, tehát viszonylag kis gyerekeket, de egyébként ők is már nagyon profik ebben. Róluk még úgyis sokat fogok beszélni. Szóval úgy szoktam csinálni, hogy a belépek a telefonomról is, ugyanazzal a felhasználói fiókkal, tehát nem kell hozzá egy másik fiókot létrehozni, hanem simán a tanári fiókommal belépek, és akkor a telefonomon nézem a tehát rákattintok ugye ide a, a, kis emberkékre, ahol a résztvevőknek a névsorát látom, és akkor ott látom azt, hogy ki jelentkezik, vagy ha akarom, akkor úgy bekapcsolom a csetet, és akkor ott olvasom az ő hozzászólásukat. Tehát tulajdonképpen egy telefon segítségével azért ezt, ezt a problémát át lehet hidalni. Jó, és akkor... Hát tehát a kész mellett megvannak ezek a kis, ezek, ezek viszonylag újak ezek a kis reakció gombok. Nálam nagyon tetszett a gyerekeknek, hogy most már ilyet is lehet csinálni, bár én igazából nem előadásokat szoktam tartani, egy kicsit interaktívabb szokott lenni az óra, de azért van, hogy használják ők is ezt. Jó. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban ennyit akartam elmondani. Uh, illetve általánosságban uh, annyit mondanék még el, hogy uh, attól függően, hogy milyen eszközről és hogyan használjuk a Teams-et, uh, többféle uh, felhasználói élményben uh, lehet részünk. Én most, amiről itt uh, végig beszélni fogok, ez uh, a. Windows 10 app, tehát az asztali verzió, mert hogy a legszélesebb körű funkcionalitást az asztali app használatával tudjuk elérni. Úgyhogy ezek a képernyőképek ezek mindig az asztali appban készültek. Hogyha webes felületről indítunk el egy értekezletet, akkor nem minden érhető el. Például mondjuk a a közös mód, amit itt látunk, az, az nem érhető el az asztali verzión. Na, és akkor, mm, akkor végig mondanám ezt a, ezt a csíkot, ezt a menüpontot. Tehát ugye az, az iménti képen látjuk a három pontot, és akkor, hogyha a három pontra kattintunk, akkor ez, ez a kép tárul elénk. Ezek itt az eszközbeállítások, ez akkor lehet fontos, hogyha mondjuk alapból többféle beviteli eszközünk van, tehát mondjuk van egy belső mikrofonunk, meg egy külső mikrofonunk, vagy van egy beépített kameránk, meg egy USB kameránk, akkor ezek között tudunk váltogatni, akár közben is. Nálam például előfordul, van olyan diákom, aki Asztali gépről van, és vettek külön az asztali géphez egy kamerát, illetve mikrofont, és ahhoz, hogy tudják használni, ezt be kell mindig állítaniuk, illetve hát tulajdonképpen két lehetőségünk van. Ugye az egyik, ahogy ti is most csatlakoztatok, ez is például egy újdonság, ez tavaly még nem volt, amikor az ember csatlakozik egy értekezletbe, akkor a csatlakozásnál eleve előre be kell állítani azt, hogy milyen eszközökkel csatlakozunk. Tehát például a hangerőt be tudjuk állítani. Na, ez például gyakran szokott hiba lenni, hogy ott, amikor Becsatlakozik valaki az értekezletbe, akkor nem csinál, tehát nem állít át semmit, hanem elfogadja az eredeti beállításokat, és az eredeti beállításoknál, a gyári beállításnál nincsen teljes hangerőre felcsavarva a mikrofon, és hát ez emiatt előfordul, hogy mondjuk halkabban lehet őt hallani. Én mindig azt szoktam ilyenkor javasolni, hogy akkor épjen ki, és akkor amikor újra belép, akkor erősítse fel azt a mikrofont, tehát a csúszkát húzza a legszélére, jobbra, és akkor ugye biztos, hogy a mikrofonja a maximális teljesítményen lesz. Aztán a következő az értekezlet beállításai. Erről majd fogok még később beszélni, illetve hát ezt meg fogom majd mutatni élőben is, viszont most annyit mondanék csak hozzá, hogy ez azért jó, hogy megjelent, ez sem volt régen, hogy megjelent ez a lehetőség, mert így az értekezlet közben is néhány dolgot tudunk állítani, és ez hasznos lehet. Aztán értekezleti jegyzeteket hozhatunk létre, tehát hogy alapból egy. Alapból értekezlet jegyzetek jönnek létre, amiket később tudunk használni. Az értekezlet részleteiről információkat érünk el. És akkor ez volt az első része a panelnak. A második része ez a Galéria, nagyméretű Galéria és közös mód. Ugye láthatjuk, hogy a Galéria mód nézet az, ami alapból régen is volt. Maximum 9, tehát egy 3x3-as teszi be a résztvevőknek a kameraképét a rendszer. Hogyha kevesebben vannak, akkor úgy rendezi át, hogy mindenkit lehessen látni. Viszont ha többen vannak, ugye ha már 10, résztvevő van, akkor már sajnos valakit nem fog mutatni, és hát ennek a kiküszöbölésére hozták létre, egyébként ezt már tavaly a karantén időszak végére már megvolt ez a lehetőség, hogy nagyméretű galéria is beállítható. Ez egy 7x7-es raster, tehát összesen 49 képet lehet látni. Ez sokszor szokták mondani a kollégák, hogy de hát ő hiába állítja, vagyis hát ő hiába szeretné beállítani, ő nem látja az összes diákját, mert hogy nem, nem lesz aktív ez a nagyméretű galéria kép. Hát ez azért van, mert a nagyméretű galéria képnek az aktivitása, tehát az, hogy aktívá váljon, az csak akkor történik meg, hogyha Hogyha legalább 10 résztvevő bekapcsolja a kameráját. Tehát hiába, hogyha tudjuk, hogy van kamera, de ki van kapcsolva, akkor nem tudjuk létrehozni a nagyméretű galériát, legalább 10 kamerakép kell hozzá, hogy létrehozzuk. Jó, és a harmadik pedig a közös mód. Ezt igazából azért hozták létre, és ugye látható, hogy ez egy előzetes verzió, azért hozták létre, hogy, tehát hogy folyamatosan fejlesztik, ez azt jelenti, azért hozták létre, mert hogy sokkal... Bocsánat, remélem minden, mindjárt fölveszi valaki a telefont. Igen, felvették elnézést. Szóval azért hozták létre, mert hogy... Mindenki érzi azt, hogy ha csak egy, egy ilyen képernyőképet bámulunk, az, az nem, nem, olyan természetes. És arra, a, arra jutottak a fejlesztők, hogy, hogyha egy olyan virtuális környezetbe teszik be ezeket a kameraképeket, ami, ami egy természetes környezetet sugal, akkor, akkor, sokkal kellemesebb részt venni egy értekezleten. Ez akkor, amikor ez bejött ez az újdonság, akkor amikor én ezt kipróbáltam, nálunk pont, tehát hogy pont akkor jött be, amikor nálunk szülőértekezlet volt évvégén a szülőknek, és akkor mondtam nekik, hogy hát Jött ez az újdonság, akkor próbáljuk már ki, hogy hát, hogyha kellemesebb így együtt csevegni egymással. És azt állapítottuk meg a végén, hogy valóban sokkal jobb volt. Egyrészt nem lehet látni a hátteret, tehát, hogy Levágja a, ugyanúgy, mint a háttérrefektusok alkalmazásánál, a rendszer levágja a felesleges hátteret, és csak a, az arcok látszanak, illetve hát ugye a fej meg egy része a felsőtestből, és hogy sokkal, sokkal természetesebb hatást biztosít ezzel ez a, ez a nézet. Úgyhogy, aki még nem próbálta, én mindenkinek javaslom, hogy próbálja ki, mert Szerintem nagyon kellemes. És hát van benne néhány olyan háttér, ezt is majd fogom mutatni, amelyek pedig kifejezetten viccesek, humorosak, és a gyerekek nagyon szokták szeretni azt, hogy na akkor, ma jelentkezzünk be az akváriumból, és akkor ezt az akvárium hátteret teszem be, és ettől, ettől viccesebbé válik a dolog. Nyilván ez kicsiknél lehet hasznos főleg, de én azt gondolom, hogy a nagyok is ezzel el tudnak poénkodni. Jó, aztán a következő, a fókuszálás és a teljes képernyő. A fókuszálás látható, hogy itt ugye nem aktív, tehát hogy ez is csak bizonyos helyzetekben kapcsolható be, a teljes képernyő az pedig hát értelem, értelemszerűen teljes képernyős képet mutat. A következő három, a háttéreffektusok alkalmazása. Hát azt gondolom, hogy ezt már nagyon sokan használták, de hogyha valaki még nem, akkor számára mondom el, hogy ez azt jelenti, hogy egy virtuális hátteret tudok rakni. Ez is egy olyan szempontból újdonság, tehát hogy ez már régóta van, de olyan szempontból újdonság, hogy hogy az, hogy mi választhassuk ki, és hogy mi tölthessünk fel új, új háttérképet, az, az viszonylag új. Tehát az, hogy ez egy ilyen egyszerűen kezelhető felületen történhessen, tehát csak simán betallózzuk a képet, és akkor automatikusan oda teszi, az nem annyira régóta van. És hát hát én azt gondolom, hogy ez is egy, ez is egy jó, jó, jó pofa, motivációs uh, kis apróság lehet, hogy uh, például uh, én volt olyan, amikor tavaly uh, írásórámon, hát nyilván amíg újdonság, tehát hogy most már ezt nem szoktuk így mindig használni, csak amíg, amíg újdonság volt, addig volt uh, nagyon közkedve, de hogy például azt csináltuk, hogy amikor írásórám volt, akkor úgy jelentkeztem be, hogy mögöttem volt a vonalas tábla, mert hogy volt itthon egy szerencsére egy olyan képem, amikor uh, lefényképeztem egy uh, táblaképet, és ott és akkor így írás órán a vonalas tábla volt mögöttem, és a gyerekek is mondták, hogy jaj, hát bementél az iskolába, nem lehet, nem mondom, nem mentem be az iskolába, ez most csak egy ilyen virtuális háttér. Jó, aztán az élő feliratok bekapcsolása, ez egy nagyon hasznos funkció lehet, mondjuk számunkra, főképpen idegen nyelvoktatásnál, mert hogy hát sajnos magyarul nem tud, és nem tudom, hogy majd valaha fog-e tudni magyarul, ami szép nyelvünk nem annyira kompatibilis a, a gépi jelfeldolgozással, azt, azt gondolom, hogy... Hogy mindenki uh, ismeri uh, ezek, az ezekkel kapcsolatos vicces helyzeteket, bár sosem lehet tudni. Tehát, hogy azért valószínűleg el fognak jutni egyszer majd oda, hogy, hogy akár uh, magyar nyelven is be tudjuk kapcsolni az éléfeniratokat, mert hát ugye mondjuk a telefonunk hangfelismerését, hogyha használjuk, akkor azért tudjuk, hogy az már azért nagyon jól el tud boldogulni a, a magyar nyelvel is. Úgyhogy azért van esély, hogy egyszer majd ezt is be tudjuk kapcsolni. De egyébként, ideg, hogyha valaki idegen nyelven tart órát, akkor, akkor ez nagyon hasznos lehet, mert hogy az angol nyelvel. Például, és azt, azt hiszem, hogy a némettel is, tehát, hogy a, a nagyobb nyelvekkel már simán elboldogul ez a, az alkalmazás. Tehát, hogyha angolul beszélünk, akkor akkor szépen feliratozza is a, a, a szöveget. Jó, itt helyezkedik el a felvételkészítés, indítása gomb. Ez is azért fontos, mert felvételkészítést is csak a, a a Windows 10-es appból tudunk csinálni, és a felvétel készítéssel kapcsolatban, illetve a felvétellel kapcsolatban mondanék talán annyi újdonságot, ami, ami most jelenleg hatályos, hogy most úgy, úgy történik a, a felvétel, illetve hát ez egyébként intézményi szintű beállításoktól függ, de jelen pillanatban az általános beállítás az úgy van, hogy a, aki elindítja a felvételt, az amikor vége van a, a, az értekezletnek, illetve leállítja a felvételt, akkor megjelenik a, a, az értekezletnek a csetjében, és hogyha ott a három pöttyre kattintunk, akkor azt vesszük észre, hogy egy olyan lehetőség lesz, hogy megnyitás a OneDrive-on, illetve a megnyitás a SharePoint-on. Tehát ezek a, a a vállalat, illetve az intézmény, ugye, mert itt nálunk nem vállalati beállítások, hanem intézményi beállítások vannak. Hogyha az intézményi beállítás úgy van beállítva, akkor a OneDrive-ra menti, ha pedig másképp, akkor a SharePoint-ra menti a a videókat a rendszer, és onnan, onnan lehet törölni is. Tehát régen úgy volt, hogy innen lehetett törölni, most már nem. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy a, a felvételt letöröljük, akkor nem innen a chatből tudjuk letörölni a három pötty segítségével, ahogy eddig volt, vagyis hát ahogy régen volt, hanem be kell mennünk a, a OneDrive-ra vagy a SharePoint-ra, és onnan tudjuk eltávolítani a videót. Jó, e, hát a másik kettő az igazából számunkra nem e, annyira fontos. Nyilván a, a társadóbb inletűzet az, az egyáltalán nem releváns, a bejövő videó kikapcsolása lehet fontos, hogyha mondjuk e, valamiért mi szeretnénk kikapcsolni a, a videó, a, a bejövő e, videó képet, e, tehát nem a kameráját kapcsoljuk ki a, e, annak, aki e, a másik oldalon van, hanem csak a bejövő képet kapcsoljuk ki ezzel a, a nyomógombbal. Jó, azt hiszem, hogy ezekről ennyit akartam elmondani. És akkor a következő a megosztásról néhány szó, mert hogy itt is szoktak lenni zavarok, illetve hát kérdések, hogy akkor most mit osszak meg ahhoz, hogy a diákok ezt és ezt lássák. Alapvetően, tehát hogyha bekapcsolom a, ugye a megosztási lehetőséget, ami ugye itt van, tehát ez a, ez a, kis felfelé mutató nyilacska a képernyő ikonon, ez a megosztás, tehát ha ezt bekapcsolom, akkor ezek a lehetőségeim lesznek. Van egy olyan, hogy asztali, ablak, rajztábla és PowerPoint, illetve tallózás. <kül> én azt szoktam mondani, hogy ha hogyha az ember azt akarja, hogy könnyen tudjon váltogatni az egyes alkalmazások között, akkor, akkor a baloldalit, tehát az asztalit kell választani, mert hogy olyankor van az a lehetőségünk, hogy ami az a, az asztalon van, illetve hát ami a tálcán van, azok között, az alkalmazások között egyszerűen tudunk ugrálni. Tehát, hogyha szükségem van arra, hogy mondjuk a prezentáció után egy weblapnak a tartalmát mutassam meg a diákoknak, akkor a legegyszerűbb ezt választani. Lehet egyébként, tehát, hogyha az ablakot választjuk, akkor nyilván csak azt az egy ablakot fogja megosztani, és utána le kell állítani a, a megosztást, és újra megosztani a, ahhoz, hogy a másik ablakot lássák a diákok, de hogyha ezt a baloldalit használjuk, tehát ezt az asztali megosztást használjuk, akkor egyszerűen tudunk ugrándozni a tálcán lévő megnyitott asztalok között, megnyitott ablakok között, illetve nyithatunk újakat is akár a tálcáról. Jó, aztán a rajztáblánál, hát ez attól függ, hogy milyen rajztábla van beállítva. Ugye itt látható nálam ez a whiteboard, a Microsoft whiteboard és a freehand van használatban. Én a whiteboardot szoktam használni, de alapból, hát ez szokás kérdés, meg nyilván attól függ, hogy ki milyen tantárgyat tanít, de ugye szükség lehet arra, hogy rajztáblát osszunk meg a diákokkal, akkor ezt itt tudjuk megtenni, illetve hogyha ugye prezentációkat használok, akkor ezt pedig itt a PowerPoint-nál tudjuk kiválasztani, de akkor ugye csak azt az egy prezentációt fogja majd mutatni. Van még itt fönt bal oldalon egy ilyen kis csúszka, hogy számítógéphang belefoglalása. Ez akkor lehet fontos, hogyha mondjuk a diákokkal közösen akarunk megnézni egy, egy videót, és, és annak ugye hangja is van, akkor fontos, hogy a számítógéphang belefoglalása csúszkát állítsuk át aktívra, és akkor fogják a diákok is hallani a felvételt. Én azt szoktam mondani, hogy igen, ez egy nagyon jó lehetőség, azonban fontos tudnunk hozzá, hogy nekünk is, tehát a mi oldalunkon és a diák oldalán is nagyon stabil és szélessávú internet, szükséges hozzá, tehát csak akkor érde, és akkor nem lesz szakadozott, mert hogyha bármelyik oldalon is vannak a, a hálózatnak gyengeségei, akkor szakadozottá válik és élvezhetet Ilyenkor, és ez egyébként teljesen kiszámíthatatlan, mármint hogy olyan szempontból kiszámíthatatlan, hogy volt már olyan, hogy ugyanazzal a a diákcsapattal próbáltam ki, és az egyik nap teljesen jól ment, és azt mondták, hogy mindent hallottak, és nem volt akadozás, nem volt szakadás, de a másik nap, amikor ugyanezt próbáltuk, akkor mondták, hogy élvezhetetlen, mert nem, nem lehet rendesen hallani, ugrál szakadozik. Ö, ilyenkor azt szoktam ö, javasolni, hogy akkor ha van erre lehetőségünk, tehát hogyha mondjuk egy, ö, egy linkről. Ö, játszottuk le mi is a videót, akkor azt a linket küldjük át a diákoknak a chatben, és akkor mindenki a saját gépén rákattintva, ha körülbelül ugyanakkor kezdi el megnézni, akkor ugye körülbelül ugyanakkor végez vele. És akkor ezt így lehet kiküszöbölni ezt a technikai problémát. Jó, a következő, hát az, amiben ugye én most is vagyok, illetve hát én nem így indítottam el, mert én az asztali megosztást választottam pont azért, mert ezután ugye fogok majd mutatni a felületen is bizonyos dolgokat. De ez ugye a bemutató nézet, tehát hogyha valaki. PowerPoint-os uh, prezentációt uh, használ, akkor, uh, akkor célszerű ezt a nézetet használnia. Ugye ebben az a jó, hogy uh, itt vannak a jegyzetek, amik, uh, amikre, hogyha felírjuk a gondolatainkat, akkor uh, nem kell azt csinálni, mint amit én most csinálok, hogy a telefonomra nézek rá, hogy mit felejtek el, vagy nem felejtek el, de hát ugye ez is egy lehetőség, vagy mondjuk a papírjaimra nyilván az is egy lehetőség volna. Uh, és akkor uh, a diákok nyilván csak a pirossal bekeretezett részt látják, tehát ők csak ezt látják, az előadó pedig ugye a jegyzeteit is, is tudja olvasni. Aztán itt még van további beállítási lehetőség, például egy nagy kontrasztot be lehet állítani, és folyamatosan fejlesztik egyébként ezt is. Itt majd bal oldalon lesz egy olyan új menüpont, ami egyszer csak majd meg fog jelenni, aminek a segítségével további ilyen előadási beállítási lehetőségeket tudunk beállítani, illetve használni. De ez még nincs, szóval erről nem tudok beszélni. <kül> És a következő, amiről megint csak részletesen beszélnék, illetve megosztanám veletek a, a saját tapasztalataimat, ami most nekem nagyon friss, mert hogy Ugye mondtam, hogy másodikosokat tanítok, és velük azért nem, nem vágunk rögtön mindig mindennek a közepébe, hanem azért elő kell eléggé készítenünk ahhoz, hogy tudjunk is használni ilyen új technikai dolgokat. Ez az új lehetőség, ez a melléktermek létrehozása. Ennek az ikonja, kicsit előre szaladok, hogy lássátok, itt ez a, ez a kis két Négyzet, két egymáson lévő négyzet. Ez a melléktermek ikonja, tehát ez ennek a segítségével tudunk létrehozni melléktermeket, ami hát nem annyira, nem hangzik annyira jól magyarul ez a fordítás, hogy melléktermek. Ugye ennek az eredeti neve a Breakout Rooms. A melléktermek ez egy kicsit olyan fura nekem, de hát végül is ezt a nevet adták neki. Egyébként, hogyha megyünk tovább, akkor ott majd szobának fogják hívni, tehát van ebben egy kicsit ilyen szövisszaság is, hogy itt még melléktermeknek hívják, de hogyha belépünk, akkor már szobának. Nekem a szoba jobban tetszik, vagy úgy kellemesebb használni, mint azt, hogy most megnyitok melléktermeket. Na de az a lényeg, hogy itt ennek a segítségével tudunk tulajdonképpen virtuális csoportmunkát működtetni, illetve hát létrehozni és működtetni, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség, és azért ajánlom mindenkinek, mert még első osztályosokkal is lehet használni. Éppen azért ma kipróbáltam az elsőseimmel, mert hogy elsőben pedig németet tanítok be, hogy, hogy tudjuk-e használni, és nagyon-nagyon jól tudtuk használni. És az egyik másodikoson pedig azt kérdezte, mert ugye a héten már többször is használtuk, hogy hát, hogy neki annyira tetszett ez, hogy lehetne ez, hogy legalább két naponta használjuk ezt a dolgot, mert ő úgy szeretett akkor ott a, a többiekkel beszélgetni, mert hogy ugye az a lényege a dolognak, hogy kis csoportok jönnek létre, és több lehetőség van az interakcióra. Nyilván ez csak akkor működik, hogyha, hogyha a diákjaink interakció képesek és hajlandók, mert hogy kipróbáltuk egyébként, illetve próbáltam már ki felnőttekkel is, és akkor mondtam, hogy jó, akkor most elmegyünk a melléktermekbe, próbáljuk ki, és akkor mindenki elment a melléktermekbe, senki nem kapcsolta be se a mikrofonját, se a kameráját, és nem történt semmi a mellékteremben. Tehát így nagyon sok mindent valóban nem tudunk tenni. Tehát, hogy azért, azért erre alapvetően szükség van, hogy ugye ott, ott aktivitás voljon, tehát ott valóban be kell kapcsolni Kapcsolni a kamerákat és a mikrofonokat, mert csak úgy tudnak egymással beszélgetni. Illetve hát nyilván a chatben is lehet, de azért az nem, oly, nem az igazi. Nálunk van olyan gyerek, aki most éppen a héten csak olyan eszközről tudott bejelentkezni, amin nincsen kamera, meg mikrofon. És hát akkor ő nyilván a chatben kommunikál, de hát azért az, tehát hátrányban van a többiekhez képest. Én úgy érzem, meg nyilván nincs olyan nagy kedve ahhoz, hogy, na akkor, ami éppen eszébe jut, az beírja a chatbe. Sokkal egyszerűbb lenne, hogyha mondhatná. Na, és akkor nézzük, hogy hogyan is lehet létrehozni. Tehát, ha rákattintok arra a kis ikonra, akkor ezt kapom. A terem beállításainál be kell állítanom, hogy hány teremre van szükségem, és amikor én bekattintottam itt, hogy négy, akkor lehet látni, hogy itt ugye 13 gyerek volt éppen jelen, és a négy teremhez úgy osztja el a, a diákokat automatikusan, hogy termenként három vagy négy lesz amikor először próbáltuk ki, akkor éppen 15-en voltunk, és, és, akkor mondtam, hogy öt termet fog, nem is, hanem azt kérdeztem a gyerekektől, ugye másodikosok, és a szorzásosztást is tanulják már, bár azt nem tőlem, mert én a magyaros vagyok, de megkérdeztem tőlük, hogy hát akkor szerintetek hány termet kell létrehozni ahhoz, hogyha azt szeretnénk elérni, hogy minden teremben hárman legyenek, és hát nagyon ügyesen ki tudták számolni, hogy öten, úgyhogy mondtam nekik, hogy megmondom a kolléganőmnek, hogy büszke lehet rájuk, mert tudják alkalmazni a, a, azt a tudást, amit tanulnak matekórán. Na, és akkor, szóval az a lényeg, hogy automatikusan be lehet osztani a diákokat, de amint láthatjátok, manuálisan is meg lehet ezt csinálni, akkor egyenként lehet felvenni a résztvevőket a melléktermekbe, és akkor mi alakítjuk ki a csoportokat. Az egy kicsit nyilván lassabb. Jó, és akkor, ha ez megvan, akkor rákattintok a termek létrehozására. Ha létrehoztuk a termeket, akkor ezt fogjuk látni hogy minden résztvevő hozzá van rendelve. Aztán itt van egy olyan, hogy terem hozzáadása, tehát akár rész, ö, hozzáadhatunk újabb termeket, ha rájövünk, hogy ja, ez mégsem jó, mert itt mondjuk. Ö, ö, túl sokan vannak, vagy nem tudom, tehát hogyha szükségünk van még egy telemre, akkor létrehozhatunk még egy termet, és akkor azt látjuk ugye, hogy itt van, hogy hány résztvevő van a szobában, itt most már szobának hívják a melléktermeket, és itt pedig, amit ugye kisatíroztam, ott vannak a nevek. Tehát, hogy rögtön el tudom mondani a diákoknak, hogy kik lesznek egy csoportba, és láthatjuk, hogy zárva vannak egyelőre a melléktermek. Jó. Aztán itt ugye le tudom nyitni a szobákat, és akkor itt látjuk a listát, tehát hogy kik, kik vannak az egyes szobákban. Akár itt kiadhatok például feladatokat, hogy akkor ebben a csoportban ennek a diáknak ez lesz a feladata, és a többi, és a többi. Tehát ez, én ezt úgy szoktam csinálni a gyerekekkel, illetve hát van, amikor úgy csinálom, hogy az ő szemük előtt hozom létre a, a, a szobákat, és akkor meg is mondom, hogy ki kivel lesz együtt. És, és akkor ott megbeszéljük, hogy kinek mondjuk mi legyen a, a feladata, de persze csinálhatjuk ezt úgy is, hogy ez meglepetés lesz, hogy létrehozom a szobákat, és majd valakivel összekerülsz, és akkor neked kell, majd nektek kell, majd kialakítanotok azt is, hogy mondjuk kinek mi legyen a feladata. Tehát ez teljesen attól függ, hogy éppen mi a pedagógiai célunk. Jó, és akkor ugye itt láthatjátok, hogy itt van a termek indítása, tehát itt lehet elindítani a termeket, ha elindítjuk a termeket, akkor az fog történni, és ezt mondjuk, ha először csináljuk, akkor mindenképp a gyerekeknek érdemes elmondani, hogy ne ijedjenek meg, a rendszer automatikusan kiveszi őket a fő értekezletről, tehát az óráról, és beteszi őket egy csoportba, és akkor ott tudnak majd beszélni. Fontos, hogy ugye elmondjuk nekik előre, hogy, hogy mondjuk mi lesz a feladatuk, illetve ha nem is mondunk el mindent, akkor azt azért el kell mondanunk, hogy mit csináljanak addig, amíg, amíg mondjuk megkapják a feladatot, mert például csináltam már olyat, szintén másodikosokkal, tehát működtethető a dolog, hogy már egész kicsikkel is, hogy azt mondtam nekik, hogy létrehozom a, ezeket a, a melléktermeket, véletlenszerűen lesznek összesorsolva, és amíg, amíg én bemegyek az összes terembe, mert hogy lehetőségem van arra, hogy ezek között a termek között én vándoroljak, azt majd a következő dián fogom mutatni, hogy hogyan. Az a lényeg, hogy előkészítettem egy közösen szerkeszthető dokumentumot minden csoport számára, ez éppen egy nyelvtanóra volt, ahol a egy helyesírási problémát kellett gyakorolnunk, a, az, hogy a, hát másképp írjuk, másképp ejtjük típusú szavakat, a téjé és a tj nek a gyakorlását kellett megvalósítanunk, és hát ehhez terveztem én ilyen csoportmunkát és a, megmondtam a gyerekeknek előre, hogy azt fogjuk csinálni, hogy ők elmennek a, a melléktermekbe, én pedig minden egyes terembe belépek, és a chatbe beillesztek egy linket, amire, hogyha rákattintanak, akkor egy közösen szerkeszthető dokumentum fog megnyírni számukra, és ott tudnak írni. Oda én úgy szoktam csinálni, főleg kicsikkel érdemes, hogyha közösen szerkeszthető dokumentumot használunk, hogy hogy táblázatokat illesztek be, és akkor fölírtam azt, hogy név, nyilván ugye mindenkinek oda kell írni a saját nevét a külön táblázatba, és akkor utána pedig mondjuk itt éppen az volt a feladat, hogy mondatokat kellett írniuk bizonyos szavakkal, minden csoport más szólistát kapott, és akkor ezeket kellett közösen feldolgozniuk. Utána, amikor megkérdeztem nyilván, hogy hogy mik voltak a tapasztalatok, hogy tetszett nekik, stb. Azt mondták, hogy nagyon, nagyon élvezték, mert hogy jó volt, hogy kevesen voltak együtt, mindenki szóhoz jutott, mert ugye amikor az egész osztály együtt van, azért sokkal többet kell várni arra, hogy, hogy valaki szóhoz jusson, illetve hogy ugye sorra kerüljön. Itt viszont, ha hárman, négyen vannak egy csoportban, akkor ez egy sokkal intenzívebb munkát tesz lehetővé. Tehát tulajdonképpen ezzel időt is spórolunk. Uh, nyilván uh, nem, nem tudjuk annyira felügyelni őket, tehát, hogy a munka önálló munka folyik, és hát utólag tud, tudjuk megnézni azt, hogy uh, mi is uh, folyta az órán, uh, mondjuk a beadott uh, anyagokból, vagy a csetekből, mert hogy egyébként a csetek azok utólag is megmaradnak, tehát a, uh, ezek a beszélgetések azok megmaradnak ott a csevegés menüpontunkban, úgyhogy utólag is uh, vissza tudjuk nézni őket, illetve uh középiskolai kollégától hallottam már, hogy ő azt szokta csinálni ilyenkor, amikor nyilván valami hosszabb és komolyabb munka van, hogy a közös munkát valaki rögzítse is videóra, tehát lehetőség van arra, nyilván ha az intézményi szintű beállítások ezt lehetővé teszik, hogy a diákok is készítsenek felvételt erről a kis csoportos munkáról, és akkor ezt ugye a tanár később visszanézve mondjuk reflektálhat rá, hogy mi volt jó, vagy mi volt esetleg rossz, vagy vagy mind lehetne változtatni. Úgyhogy igazából rengeteg lehetőségünk van. Jó, és akkor itt látható az, hogy amikor létrejön egy ilyen mellékterem, akkor hogyha én rákattintok egy ilyen kis szobára, ami most ugye itt zárva van ezen a képen, akkor mit tudok csinálni? Tehát hogyha már megnyíltak a termek, akkor... Itt tudok csatlakozni a teremhez. Hogy ha rákattintok erre, hogy csatlakozás a teremhez, akkor az fog történni, hogy én átmegyek a fő értekezletből, de ott ugye elvileg már senki nincsen, mert hogyha elindítottam a termeket, akkor minden, minden diák átkerül egy külön szobába. És hogyha rákattintunk erre a csatlakozás a teremhez, akkor abba a terembe fogunk bejutni, és akkor mi is ott tudunk beszélgetni a diákokkal, és hogyha pedig kész vagyunk, akkor vagy át akarunk menni a következő szobába, akkor egyszerűen a kilépés gombra kattintunk, azzal visszajutunk ide a, a, a főértekezletbe, és át tudunk menni a egy következő terembe, egy következő szobába. Lehetőség van a termek átnevezésére is, tehát hogyha létrejöttek a csoportok, akkor akár nevet is lehet adni nekik, előre is, meg utólag is. És lehetőségünk van arra is, hogy ezeket, amíg nem töröljük ezeket a termeket, akkor meg tudjuk csinálni azt is például, hogy egy bár azért időigényes, tehát hogy nyilván nagyobbak a kevésbé, de azért a kicsikkel ez elég időigényes, technikailag is, de hogyha hosszabb időnk van, akkor meg tudjuk azt csinálni, hogy mondjuk kiadunk egy feladatot, azt elvégzik és x idő után találkozunk a főértekezletben, annak az eredményét megbeszéljük, és utána újra el lehet menni ugyanazokba a termekbe, tehát a terem indításával, a termek indításával akár ezt többször is meg tudjuk tenni egy értekezlet alatt, azaz egy online óra alatt. Hogyha véget ér az online óra, tehát hogyha az értekezletet megszakítjuk, akkor ezek a, ezek a csoportok törlődnek, a csetjük megmarad, tehát a, a cset ugyanúgy megmarad a, a csevegések között, azonban már nem aktívak. Tehát, hogyha állandóan szeretnénk uh, uh, ugyanazokat a csoportokat működtetni, akkor uh, uh, ezt így nem tudjuk megcsinálni, tehát ez, ezzel a véletlenszerűen. Hát nyilván, hogyha ugye mindig ugyanazokat a csoportokat hozzuk létre, akkor igen, de egyelőre ezt, erre nincsen lehetőség, hogy, hogy, már egyszer létrehozott szobákat újra aktiváljunk. Jó, azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban ennyit szerettem volna, igen. És akkor a következő, amit még szeretnék megmutatni, ez, hát ez tulajdonképpen inkább ilyen beharangozó lesz, mert hogy ez a lehetőség már él, azonban még nem a csoport, tehát a csoportok csatornáin még nem él. Na, hogy mi ez? Hát ugye, hogyha valaki ismeri már az ikonokat, akkor tudja, hogy itt a forms van szó, és ez egy olyan lehetőség, hogy egy értekezleten belül szavazásokat lehet létrehozni, és ezek a szavazások itt a chatben jelennek meg, és az eredményeiket is, attól függően, hogy azt akarjuk, hogy rögtön jelenjen meg, vagy ne, beállításoktól függően az eredmények is itt jelennek meg a chatben. Egyelőre ez csak olyan értekezleteknél van, amiket ütemezünk de nem egy csatornán. Tehát úgy általánosságban létrehozunk egy értekezletet, a naptárból ütemezzük az értekezletet, de nem csatornára írjuk ki, hanem résztvevőket hívunk meg. Tehát, de azt az ígéretet tették, hogy, hogy bele lesz integrálva a csatorna értekezletekbe is, tehát a, az online órákon is fogjuk majd tudni használni. Egyelőre mondjuk olyanra tudom én elképzelni, hogy például, ha, ha valaki valamilyen kiscsoportos foglalkozást tart, mondjuk egy nyilván ugye nyelvtanárként nekem ez jut eszembe rögtön, mondjuk egy nyelvvizsga előkészítőt, ami nem egy, nem egy állandó, tehát mondjuk erre nincsen egy állandó csoportunk vagy csatornánk, bár nyilván szokott lenni, de hogyha mondjuk egy ilyen, ezt a fajta szavazásos dolgot akarjuk használni, akkor, akkor létrehozunk egy, egy ütemezett értekezletet, ahova meghívjuk azokat a diákokat, akikkel ezt szeretnénk csinálni. Egyébként nyilván egy egész osztályt is meghívhatunk, csak hát eléggé macerás, tehát hogy annyit nem ér ez a dolog, azt gondolom, hogy egy ilyen kis apróság miatt így írjunk ki egy értekezletet. És akkor úgy tud Hozzáadni ezt a, ezt a lehetőséget, de ezt élőbe fogom majd megmutatni mindjárt. És akkor e, itt látjuk a végét, tehát hogy e, itt, itt van, így lehet látni a, a szavazásnak az eredményét. És akkor ennyi volt a, a prezentáció, e, és most átugranék a, a gyakorlati bemutatóra. Uh, ugye most láttátok, hogy hát azért volt praktikus, hogy nem a, a nem a powerpoint osztottam meg, hanem a, 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 képernyőmet, mert ugye itt most simán tudok ugrándozni a, az egyes megnyitott alkalmazások között, és nem kellett leállítanom a megosztást. Tehát ennyi a, az előnye ennek a dolognak, amit már az előbb mondtam. Uh, jó, és akkor uh, a forms később fogom elmondani, uh, bár rohan az idő, én meg már megint nagyon sokat beszélek. Na de még három dolgot itt ezen a felületen mindenképp szeretnék nektek megmutatni, ami szintén újdonság, és azt gondolom, hogy nem, nem mindenki ismeri, illetve hát az a tapasztalatom, hogy nem mindenki ismeri. És ez a következő... A feladatokat azt gondolom, hogy ö, ö, aki használja a Teams-et, az nagyon jól ismeri, úgyhogy ezt nem mondanám el, de a feladatok mellett van további két ö, olyan ö, fül, amit szeretnék megmutatni nektek, ez az osztályzatok és az insights. Ez a három igazából összefügg egymással, és megmutatom azt is, hogy hogyan. Tehát ugye, hogyha használjuk a feladat kiadást, akkor azt látjuk, nekem ez egy próbacsatorna, itt nyilván nagyon kevés dolgot lehet majd látni, mert hogy ö, ezt csak próbára használom. És ezt egyébként mindenkinek javaslom is, hogy érdemes létrehozni ilyen próbacsoportot, és akkor abban lehet kipróbálni mindenféléket mielőtt az ember a gyerekekkel próbálja ki, hogy már jobban menjen. Szóval azt látjuk ugye, hogy itt vannak a, a kiadott feladataink, azért vannak itt, mert ugye még nem jártak le, be van adva, értékelni még nem értékeltem, ezek pedig ugye a visszaadott feladatok. Tehát ezt szerintem mindenki ismeri, és ehhez tartozik az osztályzatok menüpont, ami pedig nyilván itt nekem ugye egy ilyen mintadiákon van, akin szoktam kísérletezni, illetve hát ugye azt a... Fiókot is én felügyelem, illetve én használom. Szóval itt láthatjuk nagyon jól, hogy, hogy mi, mit is rejtez az osztályzatok menüpont. Azt látjuk, hogy részletes visszajelzést kapunk egy ilyen felületen, arról, hogy a diákoknak ugye milyen teljesítménye van, hogyha pontok vannak hozzárendelve, akkor a pontok is itt vannak. Ezen a felületen egyébként meg is tudjuk akár nyitni a tanuló munkáját, tehát az innen is megnyitható, és akkor ugye itt tudunk visszajelzést adni, vagy mondjuk felülpontozni. Én most itt felülpontozom, és visszaküldöm, hogy egy ilyet is lássunk. Jó, és akkor rögtön látjuk, hogy most már 97 pont van rajta. Tehát itt nagyon jól lehet menedzselni a, a pontszámokat, vagy akár az érdemjegyeket. Jó, de még ennél is... Hasznosabb bővítmény, ez az Insights bővítmény, amit az általános, tehát a csoportnak, az osztálycsoportnak az általános csatornáján lehet hozzáfűzni, itt a plusz jellel, a lap hozzáadásával. Itt beírjuk azt, hogy Insights, Már remélem nem most fog lehalni a rendszerem. Igen, tehát ide beírjuk, hogy Insights, és akkor ugye ki is adja, hogy ez, ez a oda is van írva, hogy ez a tanulók fejlődését segítő oktatási betekintések, már mint hogy ez a magyar fordítása, tehát hogy betekintést nyerünk a tanulók fejlődésére, illetve haladására ennek a bővítmények a segítségével. Tehát erre rákattintunk, és akkor már is megjelenik itt a, ez a bővítmény. És az alábbiakat láthatjuk. Van neki egy ilyen kis uh, uh, lapozható, tehát hogyha több. Uh, Ilyen kiemelés füle, ahol ilyen mindenféle statisztikákat hoz létre. Nyilván itt ugye ez nem lesz, de hogy én mindig, hogyha ránézek az insights akkor itt van, hogy milyen jó hírekkel fogad engem a felület, hogy mondjuk nagyszerű hír, az összes tanulóm aktív volt ebben a hónapban, beküldte a munkáit, stb. stb. De egyébként azt is leírja, hogyha, a, hogy mondjuk hány tanulóm nem küldte be. Akkor itt látjuk a tanulói aktivitást. Hát ez ugye most ugyanaz, mint a múlt héten nulla, de itt a tanulói tevékenység nyomon követésére a kattintunk, akkor itt egy nagyon jó kis táblázatot kapunk. Ugye itt kiválasztatjuk azt, hogy az összes tanuló, vagy csak egy tanulóra szűrünk rá, kiválasztatjuk a tevékenységeket, hogy például részt vette az online órákon a diák, tehát innen nagyon jól le tudjuk szűrni azt, hogy hogy mondjuk mindenki részt vette az órákon, és nem kell az értekezlet alatt lekérni a résztvevői listát, mert ugye van egy olyan lehetőség is. Aztán a kommunikációra rá tudunk szűrni, tehát, hogy hány bejegyzése volt, stb. fáj tevékenységre, illetve a feladatokra is, hogy mondjuk mennyit végzett el. Aztán be tudjuk állítani, hogy csak a mai napot, itt azt fontos tudnunk, hogy a, az értekezleteken való részvételt, az csak bizonyos idő elteltével, ezt igazából nem néztem utána, hogy hány óra, én általában úgy szoktam, hogy másnap nézem meg, hogy az előző napon, ha mondjuk nem tudnám, de hát mondjuk én kislétszámú osztályokban tanítok, tehát nálunk ez nem probléma, de hát ha valaki mondjuk ö, ö, nagy létszámú osztályokban tanít, akkor nem már tudnia, hogy, ö, hogy itt tudja megnézni nagyon egyszerűen, hogy kik vettek részt az órán. Ö, aztán akár be tudunk állítani különféle egyéni tartományokat is a szűrésre, ez azért lehet fontos, mert mondjuk beállítjuk azt, hogy szeretném naplózni a, a diákoknak a tevékenységét, mondjuk a februári tevékenységet, akkor beállítom, hogy előző hónap, és akkor ugye itt látom a a diák tevékenységét, és akár rendezhetjük úgy is, hogy ki volt a legaktívabb, vagy ki volt a legkevésbé aktív, ugye sokszor az lehet számunkra fontos, és Hogyha itt a három pöttyre kattintunk, akkor nagyon fontos, hogy itt ezt akár Excelbe le is exportálhatjuk, és akkor utána már ugye tudunk vele könnyebben dolgozni. Jó, tehát azt gondolom, hogy ez az Insights nevű bővítmény, ez egy nagyon-nagyon hasznos bővítmény. Ha valaki még nem próbált, akkor mindenképpen érdemes kipróbálni, nagyon jó visszajelzést ad a diákoknak a tevékenységére, az aktivitásáról. Jó, uh, megnézem, hogy mit írtam még föl. Azt hiszem, hogy nagyjából, uh, igen, mindent elmondtam. És akkor még a uh, kettő dolgot szeretnék megmutatni. Az egyik az az, uh, amit így uh, élőben uh, mutatnék meg, hogy uh, uh, hol tudjuk a, az értekezletnek a. a Tulajdonságait megváltoztatni, ez szokott gyakran kérdés lenni. Tehát, hogy én azt mondom, hogy a naptárban létrehozok egy, egy új értekezletet, egy ütemezett értekezletet, mondjuk ennek az lesz a neve, hogy próba, és ez most egy csatorna értekezlet lesz, ugye itt a próba csatornában, mondjuk a, a próba a próbacsoport csoport próba csatornájában. Jó, és azt mondom, hogy kiküldöm az értekezletet. Jó, és akkor ez egy kis idő, ugye? Oké. Okay. Visszamegyek a jó, most már ott van, de most már akkor visszamegyek, jó. Szóval, oké. Okay, tehát kiírta az értekezletet, rákattintok, és nem csatlakozok, hanem a szerkesztésre kattintok, és akkor ö, válik aktívvá az értekezlet beállítások menüpont, és az értekezlet beállításokra kattintok. Akkor megnyílik egy új ö, böngésző oldal, ahol be tudom állítani a, az értekezletnek a Legfontosabb tulajdonságait. Az, hogy ki tudja megkerülni az előszobát, ugye ez azt jelenti, hogy elkezdhetik nélkülem az órát, vagy nem. Hogyha azt szeretném, hogy ne, ne tudjanak beszélgetni előtte, és csak én kezdhessem az órát, és csak én engedhessem be a diákokat, akkor ezt kell kiválasztanunk. Aztán van egy ilyen lehetőség, hogy akarunk-e hangos értesítést kapni, amikor egy hívó bekapcsolódik vagy kilép. Ez lehet fontos, mert hogyha például mondjuk előadást tartunk, és ugye nem, nem látjuk, hogy ki van ott, és akkor szeretnénk hallani, hogy mondjuk vala, hogy nem megy el senki, akkor ez, akkor ez nem rossz, hogyha be van kapcsolva. Aztán itt fontos az ugye, hogy ha kik tarthatnak előadást, hogyha azt akarjuk, hogy a diákok ne némíthassák le egymást, illetve hát ne neve, vehessék át az irányítást az óratartás fölött, akkor ki kell választanunk, hogy csak én. Aztán van egy ilyen, hogy visszahangosítás engedélyezése a résztvevők számára. Ugye, ha ezt kikapcsolom, akkor akkor egész biztos, hogy csak én beszélhetek, és a diák még véletlenül sem beszélhet bele. Nyilván ez néha lehet fontos, de hát azért ez mondjuk egy normál óránál azt gondolom, hogy nem praktikus, mert akkor nem tudunk egymással kommunikálni. De nyilván lehet olyan ö, helyzet, ahol ez szükséges lehet. És ez a reagálások engedélyezése, hát ez csak egy apróság, hogy ö, lehessen -e látni a reakciógombokat, vagy nem. Tehát ez igazából nem lényeges, de ha mondjuk valaki utálja, hogy lájkokat és szívecskéket küldenek, akkor ezt kapcsolja ki. És ha ez megvan, akkor elmentjük, és innentől fogva ugye már rendben is van, és ezt bezárhatjuk, és alkalmazta az értekezletbeállításokat automatikusan a rendszer. Jó, és akkor az utolsó, amit még mondtam, hogy szeretnék megmutatni, ez a ez a formszos szavazásos dolog. Tehát, ahogy mondtam, ezt csak akkor tudjuk megcsinálni, hogyha nem adunk hozzá csatornát, akkor most ide beírom ezt, hogy ez egy formszos bemutató lesz, nem adok hozzá csatornát, és azt mondom, hogy elmentem. <coughs> Megvárom amíg uh, aktiv, aktiválódik. Jó, oké, okay. és akkor uh, itt a szerkesztésre kattintok. És ez most még nem jó. Oké. Okay. Jó, és uh, igen, az most itt valamiért nem működik. Na újra, próbálkozunk. <coughs> Jó. Igen. És elvileg itt kellene lennünk egy, lennie egy hozzáadásnak, és uh, hát volt, mert ugye én kipróbáltam, de akkor lehet, hogy csatlakozni se enged, úgyhogy ez még itt nem jött létre, akkor létrehozom mondjuk ide, nem ide, bocsánat. Na, működj, működj. Jó, kiszúrunk vele remélem most jó lesz, mondjuk holnapi napra írom ki, és akkor reméljük működik. Csatornát ugye nem adok hozzá. Ja igen, mondjuk résztvevőt azt nem ártana hozzáadnom. Ez volt a hiba, bocsánat. <laughs> jó, és akkor így most már, hogy hozzáadom a résztvevőt, így azt gondolom, hogy jó lesz. Tehát itt tudjuk hozzáadni azokat a diákokat, ugye, akik, akikkel szeretnénk majd ezt a dolgot használni. Igen, és akkor most már Remélem, hogy jó lesz, így van, és akkor rákattintok a szerkesztésre, és itt, itt adhatok hozzá különféle dolgokat. Ugye látjuk, hogy értekezlet, jegyzetek rajztábla, tehát hozzátok a rajztáblát is, de én itt a Formsot szeretném, tehát akkor itt kell beírnom azt, hogy Forms, vagy pedig ugye kiválasztanom, kiválasztom itt a Formsot, és már is hozzáadom. És akkor megjelenik itt a szerkesztőfelület, és megjelenik itt egy ilyen, hogy szavazások, és itt hozhatunk létre szavazást, aminek egy nagyon egyszerű felülete van, ugye ide beírjuk a kérdésünket, mi a kedvenc színed. Jó, és akkor választási lehetőség. Kék, sárga zöld, stb. stb. Több válasz is lehetséges. És akkor itt tudom beállítani, hogy az eredmények automatikus megosztása legyen a szavazás után. A válaszokat névtelenül akarom-e megmutatni, illetve hogy a közös szerkesztést engedélyezem-e másoknak. Jó, akkor azt mondom, hogy mentés és már is itt van, és el tudom indítani. Tehát ezt előre meg tudom, létre tudom hozni az összes szavazást, tehát ugye itt tudok újat létrehozni, az összes szavazást ide előre létre tudom hozni, és amikor azt mondom, hogy el akarom indítani az értekezletet, mielőtt elindítom az értekezletet, elindítom a, a szavazást, és akkor már is az értekezletben megjelenik a, a szavazás, amit ugye nem tudok most megmutatni, mert akkor, ha elindítanám az értekezletet, akkor megszakadna ez az értekezlet. Jó, úgyhogy e erről ezt csak így e ennyire tudtam e megmutatni.